A hazai több tízezres rovarfauna egyik különleges képességű, szerencsére még gyakori rovara a molnárporoska, amelyet tévesen vízipóknak is neveznek. Az álló és lassú folyású vizeken gyakori molnárporoskák különleges tulajdonsága, hogy képesek a víz felületén járni, csúszkálni és felugrani, gyakran fél méter magasra is. Erre azért képes, mivel a vízfelületi feszültségét kihasználva hosszú lábain apró levegővel teli szőrpárnák vannak. Ezeket mozgatva szinte megtámasztja lábait a víz felszínébe benyomuló kis árokban, és gyors, cikázó mozgásra képes. Ragadozó életmódjához ez a képesség nagy segítséget nyújt. Társas lény napos időben csoportosan portyáznak és vadásznak. Évente két generáció jön létre, egyik tavasszal, a másik pedig nyár derekán. A molnárporoskák a tavaszi párzási időszakban többnyire kettesével figyelhetők meg a vizekben, alul a nőstény, felül pedig a hím. Ezt követően a petéiket a vízszéli növények leveleire rakják. Megjelenésük a vizek tisztaságát is jelzi. Olajos vagy mosószeres szennyezés esetén a vízfelületen megszűnik a felületi feszültség, és a molnárporoskák számára is alkalmatlanná válik a víz. Kísérletek bizonyították, hogy 5 mg per liter szennyeződés esetén már nincs megfelelő felületi feszültség a vizeken. A molnárporoskák jelenléte egyben az érintett víz természetes állapotát is jelzi.